Lágy jazz dallamokkal pihenhették ki a biciklizés okozta fáradalmakat a zenés kerékpáros túra résztvevői a Pákozdi Katonai Emlékparkban. A Magyar Tavak Fesztiváljának szombati napján latin jazz piknik várta a bicikliseket. Mivel turnéja van Nagy Lilinek, Fehér Lilinek, és ezért öt pont meg tudtam, mert pont megy a Godfederral és néhány fellépővel Balatonra játszani, és pont útba esik neki a Velencei Tó, vagyis a Magyar Tavak Fesztiválja, és sikerült őt elhívnom, illetve Stencő Tomi barátomat, aki kollégámat, aki szaxofon művész, és ebben a trióban ez egy nagyon-nagyon egy olyan jó akusztikus felállás, amiben ezeket a latin jazz dalamokat, ezeket az örökzöldeket, a magyar, illetve külföldi világslágereket meg tudjuk szólaltatni a kedves közönségnek. A biciklis csapat még reggel a Vintage Dolls koncertjét követően a Halászkastélytól indult. A nagy melegben tekertek át Pákozdra a zene szeretők, kirándulók. Változó a népszerűség. A mai napon azt hiszem, hogy a hőség egy kicsit azért elijesztette az embereket, úgyhogy nem vagyunk nagyon sokan, de éppen elegen ahhoz, hogy jól érezzük magunkat. Egyébként a fesztivál nagyon népszerű, és pontosan ezért merészeltünk arra gondolni, hogy kiterjesszük országossá, mert népszerű az, hogy a mozgást, a művészetet, a természet közelségét összeköti. A Magyar Tavak Fesztiválját negyedik éve rendezik meg a Velencei tónál. A rendezvényt 11 évvel ezelőtt a Tisza tónál debreceni Ildikó indította el. A nyár három hónapjának utolsó hétvégén, júniusban a Velencei tónál, júliusban a Tisza tónál és augusztusban a Balatonnál a Művészeteké a főszerep.